megint hozzánk szegődött egy kutya. A turista házaktól jön velünk már, hogy egy órája. Összenyalogatott minket, aztán most már barátok vagyunk. Hát úgy néz ki, hogy ma is szerencsénk lesz az idővel is. Jó, hát párás még a levegő, de kicsit korán is van. Majd délfele vagy délután hát, ha kitisztul. De hát ahhoz képest, amilyen köd volt reggel is, még ezt is jól kifogtuk megint. Szaplatunk egy ilyen erdőgazdasági úton a kék magurára. Hát nem rossz, nem rossz. Csupa kő. Csupa fenyves. Mindenütt a rengeteg fenyves. Olyan gyantaszag van, facsarja az ember orrát szinte. Hát sikerült, felértünk a kék magurára. Megdöntöttük eddigi magassági rekordunkat. 1641 méter magasan vagyunk. Kár, hogy a toronyba nem lehet fölmenni, mert olyan rossz állapotban van. Ez a kutya nem semmi. Feljött velünk majdnem 1700 méter magasra, csak úgy passzióból. Mert ráért. Nekiállunk ebédelni, gyönyörű szép idő van. Itt a kutyánk. Ő neki már melege van. Meglapult itt a bozódba. Jó pofa vagy. Kapsz majd egy kis szalonnabőrt. Itt szalonnabőrt, mert a szég megette. Átjöttünk a kis magurára, ami egy méterrel alacsonyabban van, mint ahol ebédeltünk, de innen több felé szép kilátás van. Gyere, Blöki! Kutyánk ott. Na ez igen. Körülöttünk mindenfele 1006, 1007, 1800 méteres hegyek. Ez igen. Picivel tisztább lenne az idő akkor. Ez igen. Itt aztán van kő meg kő. Hát itt ilyen volt a teteje mindegyik hegynek, ahol eddig voltunk. Itt jól látszik. Minden fele csak ilyen bozótok vannak. Egyébként 11:30-re értünk föl a magurára. Most meg 12:30 van és indulunk le. Egy jó órát voltunk itt. Pihentünk, kajáltunk. Szerencsénk volt, jó idő volt, úgyhogy szerintem mondhatjuk, hogy ez a nap is jól sikerült. Már így megelőlegezzük neki. Most már megyünk lefele vissza a Pádis menedékházhoz.